ennek a gyereknek még vinnie kell valamire. Vajon hányszor hagyja el ez a mondat felnőttek száját, és vajon hány ember életét nehezíti meg a későbbiekben, hogyha ebben nő fel? Milyen sajnálatos az, hogy nagyon sokszor a szülők, amikor gyermekük születik, akkor azt gondolják, hogy a következő kleopátra fog érkezni, ő hozzájuk, vagy a következő Nagy Sándor születik a, a kisfiúk személyében, és ilyen elvárásokat is támasztanak vele szembe, hogy neki aztán azonnal mindent tudnia kell, ő legyen az első, aki megtanul járni, ő legyen az első, aki folyékonyan beszél, fejbe tud összeadni. Havajon szélsőséges példa már olyan, intézmény is van, amit úgy hívnak, hogy egyetemi előkészítő bölcsöde és horror összegért a tehetős emberek ideiratják be a, a, gyermekeiket, ami szerintem nagyon káros. Ez az én személyes véleményem, de azt gondolom, hogy annyira jó lenne, hogyha egy gyermek csak gyermek lehetne, és azok az elvárások, amik vele szemben folyamatosan fennállnak, azok nem ívódnának bele már gyermekkorukban. Ugye milyen jó lenne az, hogy a szülőként tisztában lennénk azzal, hogy a legnagyobb ajándéka, amit a gyermekeinknek adhatunk, az a feltétel nélküli szeretet. Nem a feltételhez kötött elvárásokkal teli környezet, hanem a feltétel nélküli szeretet. Nem attól függ, hogy mennyire jó, hogy mennyire szeretetreméltó, hogy milyen eredményeket ér el már pici gyermekként. Ugye az a fontos az egészben, és ezért nem a szülők a felelősek, nem akarom őket hibáztatni, hiszen ahogy Brian Tracy fogalmazta, mindenki egy áldozat, egy áldozat, áldozata, és ez generációkon keresztül mennek ezek az elvárások. Sokszor a társadalom is ezt diktálja, hogy az alapján ítélünk meg valakit, hogy mit tett le az asztalra. Szerintem az egyik legkárosabb mondat, vagy legközelebb, legkárosabb megközelítés az lehet, hogy honnan nézzük, hogy valaki mit tett le az asztalra, ettől függ az értéke. Szerintem érdemes lenne emlékeznünk arra, hogy a mi szerethetőségünk és értékünk az sohasem a külső eredményeinktől függ. Az az elvárás, hogy kisgyermekként mikor mit érünk el, vagy hogy hogyan változunk, arra van egy nagyon tanulságos történet, ami Popper Pétertől ered, aki elmesélte, hogy egyszer bement hozzá egy szülőpáros, és arról panaszkodtak, hogy az ő kislányuk már három és fél éves, és még mindig ágyba vizel, és hogy azonnal segítsen, mert valamit, valamit ezzel tenni kellene. És Popper Péter nagyon bölcsen azt mondta, hogy higgyék el, mire menyasszony lesz, már nem fog bepisilni. Gondoljunk erre, akár szülőként, amikor bennünk van az a elvárás, hogy a gyerekeink minél hamarabb teljesítsenek és valamit letérnek az asztalra, és emlékezzünk felnőttként is arra, amit az előbb elmondtam, vagy amit Popper Pétertől tanulhatunk, hogy ne attól tegyük függővé az értékünket, hogy mit tettünk le az asztalra, hanem emlékezzünk arra, hogy minden külsőségtől függetlenül végtelenül értékes és szeretetre méltó emberek vagyunk.